Mobiltelefon vagy vezetés? A vezetés közbeni mobiltelefon használat könnyen halálos balesethez vezethet. Allergia. Sok helyen másodfokú riasztás van érvényben a nagyon magas parlagfű pollen koncentráció miatt. Folyadékfogyasztás. A hőségben ajánlott napi 2,5-3 liter folyadékot fogyasztani, azonban a minőségre is oda kell figyelni. A vezetés közbeni kíváncsiság egyre gyakrabban vezet halálhoz. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 6-szor nagyobb az esély a közlekedési balesetre, ha a sofőr a telefonját használja vezetés közben, mintha ittasan ülne a volán mögé. Az ORFK statisztikája alapján a közösségi média túlzott használata egyre nagyobb veszélyt jelent emiatt a társadalomra. Vezetés közben rengeteg minden elvonhatja a sofőr figyelmét, és ezen tényezők közül a csetelés és az SMS-ezés a legveszélyesebb. I was 21 years old driving home from my college graduation ceremony. Ez a videó már többször bejárta az internetet, a közösségi oldalakon sorra osztották meg. A fiatalok elmesélik benne, mire használják vezetés közben a mobiltelefonjukat, a lány pedig azt, hogy milyen tragédia érte őt emiatt. És nem ő az egyetlen áldozat. A KRESZ szabályai szerint jármű, vagyis kerékpár, vagy segédmotorkerékpár vezetése közben tilos a mobiltelefon használata, még álló helyzetben, például piros lámpánál is. A gépjárműre azonban más szabályok vonatkoznak. Abban az esetben, ha a gépjárművel állunk, például jelzőlámpánál, piros jelzésnél, ezen időtartalomban lehet használni, lehet kézben tartani a mobiltelefont, elindulás előtt ellenben már le kell tenni a telefont, nem lehet tovább használni, ezt követően headset, bluetooth és egyéb más kihangosító eszköz segítségével lehet menet közben telefonálni. A szabályok ellenére sokan használják vezetés közben mobiltelefonjukat. Ezeket egyelőre csak célzott rendőri intézkedésekkel lehet kiszűrni. Ha vezetés közben mobiltelefon használatán tetten ilyenek a rendőrök valakit, 10.000 forintos helyszíni bírságra számíthat, továbbá 3 közlekedési előéleti ponttal sújtják. A bírság sem mindig elég hatásos visszatartó erő. Az Országos Rendőrfőkapitányság adatai szerint 6-szor nagyobb az esélye közlekedési balesetnek, ha a sofőr a telefonját használja, mintha ittasan vezetne. Ez is azt mutatja, hogy a közösségi média lassan átveszi az uralmat felettünk. Megszoktuk, hogy például sokszor a zebrán is úgy megyek át, hogy nyomkodom a telefont, nem egyszer már majdnem elütöttek. Nyilván a vezetés is egy ugyanilyen élethelyzet, mint a többi, ugyanúgy kíváncsiak vagyunk az eseményekre. Ez a kíváncsiság pedig akár halálos balesethez is vezethet. Ha valaki kívülállóként néz végig egy ebből bekövetkező tragédiát, az a legfontosabb, hogy kibeszélje magából, és elhelyezze az életében a történteket. Meg kell látni, milyen pozitív módon tud ez beépülni az ember életébe. Például ennek hatására óvatosabb lesz az illető a közlekedés során. Sajnos nem csak külső szemtanúk lehetünk. Vagy elszenvedem azt, vagy ne agyisten én idézem elő. Az utóbbi két eset nyilvánvaló, hogy nehezebb. Ilyenkor majdnem biztos, hogy szükség van szakember segítségére, például pszichológus segítségére, de szükség lehet akár pszichiáterre és gyógyszeres kezelésre is egyénfüggő, a tragédia mértékétől is függő. Az ilyen tragédiák elkerülése érdekében már elkezdtek fejleszteni olyan alkalmazásokat, amelyek érzékelik, ha az autó mozogni kezd, és ilyenkor nem engedi át az üzeneteket, értesítéseket, és a kijelzőt is kikapcsolva tartja. A következő napokban a parlagfű pollen koncentrációja országszerte a magas, nagyon magas tartományban lesz, ezért az Országos Közegészségügyi Intézet másodfokú riasztást adott ki az Alföld nagy részére és a Dunántúl déli részére. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is érintett a nagyon magas pollen terhelés miatt. Az Országos Közegészségügyi Intézet térképén jól látszik, hogy ma főleg a keleti megyékben volt nagyon magas a pollen terhelés, holnap inkább a déli megyék lesznek érintettek, péntekre viszont szinte az egész ország piros jelzést kapott. Ezekre a területekre másodfokú riasztást adtak ki. Ilyen esetekben az allergiásoknak fokozottan kell figyelni a megfelelő gyógykezelésre, annak hiányában ugyanis számolni kell a tünetek megjelenésére. A parlagfű pontosan olyan allergiás tüneteket produkál, mint az összes többi pollenallergia, leggyakoribb az orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, torokviszketés. Nem gyakori, viszont előforduló tünet a köhögés, főleg a hajnali éjszakai órákban jelentkező köhögés, illetve a későbbi súlyosabb tünetek a fulladás. Az első lépés az allergiásoknak, hogy figyeljék a pollen naptárt, és virágzás előtt 2 héttel kezdjék meg a terápiás megelőzést.
Ehhez természetesen kezelőorvos tanácsait is kérni kell. Ha már elindult a pollenszúrás, akkor is érdemes odafigyelni néhány dologra, amivel mérsékelhetőek az allergiás tünetek. Ilyen például a napi szinten történő hajmosás, hiszen a haj az egyik fő pollenraktár, szemcsék ezrei tapadhatnak meg rajta. A hétköznapi tanácsok, hát ebben a parlagfű szezonban ne menjünk ki a parlagfűvel dús mezőkre, rétekre. Nem mossunk minden nap hajat. A szakállas bajszos férfiak mossák gyakran, vagy akár erre a szezonra vágassák le a szakálukat. Ne teregessük ki az ágynemünket, ugyanis a nap folyamán rálakulik a parlagfű pollen, éjszaka ez irritálja a beteget. Zárt ablakok mellett aludjunk, bármennyire meleg is van, ugye, mert hajnalban, ahogy hűl le a levegő, benyomja a pollent a szobába. Ezeket a tanácsokat tudnám adni, ami talán enyhíteni a tüneteken. A parlagfűvet mindenkinek írtani kellene a saját területén. Aki ezt elmulasztja, akár 5 millió forintos bírságra is számíthat. A lakosság is segíthet a felderítésben. Aki parlagfűvel szennyezett területet talál, azt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalnál jelentheti. Időközi polgármester választást tartanak szeptember 16-án Tiszavasváriban, mivel a város korábbi jobbikos vezetője, Fülöp Erik, április 8-án országgyűlési képviselői mandátumot szerzett a pártja országos listáján. Fülöp Erik május 21-én mondott le polgármesteri tisztségéről, mivel az összeférhetetlenségi törvény értelmében nem lehet valaki egyszerre polgármester és országgyűlési képviselő. Rozgonyi Attila független jelöltként indul a város vezetéséért, miután a választási bizottság elfogadta a július 30-a óta összegyűjtött ajánlásait. A legfontosabb kérdés a demográfia, illetve a kisebbség helyzetének a kezelése. Ennek érdekében szeretném megoldani az elvándorlásnak a megakadályozását, valamilyen módon elősegíteni, hogy fiataljaink a városban maradjanak, ott szüljenek gyereket. Foglalkozni kell az oktatás kérdésével, mert a gyermek arányok ellehetetlenítik a felkészülést a felsőoktatási intézményekbe. A gyerekeknek a megfelelő képzését, oktatását ellehetetlenítik. Szerdai kezdettel tartósan vízhiányos időszakot állapított meg Pintér Sándor belügyminiszter, olvasható a hivatalos értesítő keddi számában. A vízhiányos időszakra vonatkozó 1995-ös törvény szerint a vízhasználónak nem kell vízkészlet járulékot fizetnie tartósan vízhiányos időszakban az öntözési, hallgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után. A nagymértékű folyadék és sóvesztés akár kiszáradáshoz is vezethet a nyári forróságban, ezért mindenképpen fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékbevitel biztosítása. Az italok közül azonban érdemes kerülni a koffein és alkoholtartalmúakat, valamint a cukros, szénsavas üdítőket is. Néhány élelmiszer is hozzájárulhat a megfelelő folyadékbevitelhez, viszont akadnak élelmiszerek, amelyek a kánikulában kifejezetten megterhelik a szervezetet. Fáradtság, szédülés, a koncentráló képesség csökkenése. Ha ezt észleljük magunkon, akkor egy újabb kávé helyett inkább igyunk egy nagy pohár vizet. Ezek ugyanis a krónikus dehidratáltság első jelei, ami a nyári hőségben könnyen előfordulhat bárkinél. A kánikulában nem csak a kávé, hanem az alkoholos italok fogyasztásával is óvatosnak kell lenni. A koffein és az alkohol vízhajtó hatásúak, vagyis növelik a veséken keresztül áramló vérsebességét, így módon lassítva az életfontosságú sók felszívódását. De a cukros, szénsavas üdítők sem segítenek a szervezetnek a nagy melegben. Ugye az ilyen cukros üdítők fogyasztása kis mennyiségben maximum, ami elfogadható, de nagyobb mennyiségben folyadékpótlásra azért semmiképpen sem ezek a cukros meg szénsavas üdítők, amik ajánlottak. Tehát inkább ilyen 100%-os gyümölcsleveket, teákat, vagy pedig ugye a legjobb az, hogyha csak simán tiszta vizet iszunk. A hőségben ajánlott napi 2,5-3 liter folyadékot fogyasztani, de ha valaki sokat tartózkodik a napon és nehéz fizikai munkát is végez, ez a mennyiség a többszörösére is emelkedhet, így akár 5-6 literre is nőhet a napi folyadékigény. Az innivalókon kívül a magas víztartalmú ételek, mint az aludtej, a kefír, a joghurt, a lédúszilva, a körte, a dinnye, a levesek, a főzelékek vagy a mártások is hozzájárulhatnak a szervezet folyadékigényének biztosításához. Azonban az élelmiszerek esetében is oda kell figyelni bizonyos dolgokra a nyári forróságban.
Az ételeknél ugye arra kell leginkább odafigyelni, hogy a nagy melegben, hogyha nem megfelelő a tárolás, akkor az ilyen teljes tojásos ételek azok sokkal könnyebben megromlanak, és különféle ételmérgezéses tünetekhez vezethetnek. Egyébként pedig arra kell odafigyelni, hogy az ilyen nagyon nehéz, zsíros, megterhelő ételeket kerüljük, és inkább napjában 4-5-szer együnk könnyű ételeket, friss gyümölcsöt, zöldséget. Úgyis itt van most ennek a szezonja, tehát hogy a vitaminraktárakat is feltöltsük így az őszi-téli időszak előtt, inkább ezeknek a fogyasztása ajánlott. A mértékletes fűszerezésnek szintén lehet hűsítő hatása. A friss gyömbér, a fekete bors, a cayenne bors, bár átmenetileg növeli a hőérzetet, azonban az egész testfelületen szétoszlatott hő végül hűsítő hatást fejt ki. De közvetlenül is hűsítő hatás van a mentából, illetve kamillából készült teának is. A magyar gabona termést értékelte Gulyás Gergely. A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, idén 4,8 millió tonna gabonát takarítottak be a gazdák országszerte, amelynek felét takarmánynak és vetőmagnak, a másik felét pedig étkezési célokra használják fel. A miniszter hozzátette, az étkezési gabona mennyisége nem csak a hazai gabona piac kielégítésére lenne elegendő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 1,2 millió tonna gabona az elegendő 10 milliós ország gabona szükségleteihez, élelmezéséhez. Éppen ezért ma Magyarország gabonával 20 millió embert, vagy akár 20-22 millió embert is képes ellátni. Szerintünk ez nagyon fontos, mutatja a magyar mezőgazdaság erejét, és azt mutatja, hogy egy olyan időszakban és világban, amikor az éhínség veszélye fenyeget nagyon sok területen, Magyarország a gabona szempontjából nem csupán saját 10 millió polgárának igényeit tudja kielégíteni, hanem export formájában még egy 10 milliós ország ellátására is képes. Népszerű hazai és külföldi kórusok részvételével 12. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a Cantemus Kórus Fesztivált és karvezetői mesterkurzust augusztus 15-től 21-ig. A fesztivál megnyitásaként augusztus 15-én 20 órától jótékonysági hangversenyt adnak a nyíregyházi Cantemus Kórus együttesei a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Társ Székesegyházban, aminek a teljes bevételét a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítvány támogatására ajánlják fel. Az Élmezőnyben szeretne végezni a következő szezonban az NB1 B piros csoportjában a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák szerdán sajtótájékoztatón mutatták be két új játékosukat, a Sopronból érkező Tóth Gergelyt és a legutóbb Jászberényben szereplő Bazsó Brúnót. Siska János együttese pénteken Szolnokon játsza első felkészülési meccsét. A bajnokság szeptember közepén rajtol. Hagyományos szezon előtti sajtótájékoztatóján mutatta be új játékosait és vázolta céljait a Nyíregyháza Blue Sharks. Az elmúlt két NB1-s bajnokságban nem sikerült bejutni a legjobb négy közé a csapatnak, amit csalódásként éltek meg a játékosok és a szurkolók. Konkrét elvárás ezúttal nem hangzott el a helyezéssel kapcsolatban, mivel több együttes is erősített, így egyelőre még nem kristályosodtak ki az erőviszonyok. Az viszont biztos, hogy a Kékcápák a mezőny elejét célozzák majd meg, és a HEP kupában az elmúlt két évhez hasonlóan szeretnének ott lenni a négyes döntőben. Még erősebb lesz a piros csoport, és a MAFC kiesésével, a piros csoportban való indulásával úgy gondolom, hogy még nagyobb rangot szerzett magának ez a piros csoport. Természetesen szeretnénk ott lenni az élmezőnyben. A MAFC-al eddig is küzdöttünk jó nagyokat, az oroszlánnyal úgy szintén, úgyhogy nőttek a élesebb mérkőzéseknek a számai, de úgy gondolom, hogy a csapatunknak mindenféleképpen ott kell lenni az élmezőnyben. A Cápák a felkészülés harmadik hetében járnak, és Siska János edző szerint minden a tervek szerint halad. Nagyon jó halad a munka, a játékosok szerencsére jó állapotba érkeztek vissza a nyári szünetről, és egyre keményebbek az edzések. Most már csapatedzések is vannak, de hát már öt utáni játékok is. Pénteken pedig edzőmérkőzésre megyünk Szolnokra, és megnézzük, hogy hol tartunk. Az érkező kosarasok egyike a körmendi nevelési Tóth Gergely. A Sopronból érkező center egyben a csapat rangidős játékosa is. Ez lassan 30 éves vagyok, a legidősebb játékos a csapatban, maximalista beállítottságú ember vagyok. Így a későbbiekben meg fogom követelni a kisebbektől, fiatalabbaktól is ezt a hozzáállást. A 23 esztendős, szombathelyi nevelési Bazsó Brúnó az A csoportos Jászberényből tette el székhelyét Nyíregyházára.
főként a játék lehetőséget tartottam szem előtt. Jászberényből is megkerestek, meg szerettek volna tartani, de úgy gondoltam, hogy mivel 2 évet már ott eltöltöttem, ezért most ideje váltani, és úgy érzem, hogy jól is döntöttem. Az első benyomások rendkívül jók, teljesen profi a klub, nagyon könnyen beilleszkedtem, úgy mondom, ebben a társak is segítettek. Az edzések elég hosszúak, de nagyon jók, és ezen felül olyan technikai és szakmai dolgokat tanulunk, amik itt az elején nagyon jól jönnek. A kékcápák a szolnoki mérkőzésen kívül még 8-9 edzőmeccset terveznek. Az már biztos, hogy a jövő héten Szlovákiában, szeptember elején pedig egy miskolci tornán lépnek pályára Bazsóék. A bajnokság szeptember közepén rajtol. 12 csapat indul a regionális futcál bajnokságban, amelyet idén is az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága szervez. U17-es és U20-as futcál csapatok augusztus 30-áig jelentkezhetnek a megyei bajnokságba. A nőknél a 19 éveseknél 5, a 15 éves korosztályban pedig 10 csapat nevezett a megyei labdarúgó bajnokságba. A megyei első osztályban már elkezdődött a bajnokság, az alacsonyabb osztályokban pedig a hétvégén indul útjára a labda. A megyei igazgatóságon ettől függetlenül javában zajlik a munka. Egyrészt a hónap végéig még tart az átigazolási időszak, másrészt pedig készítik elő a később induló sorozatokat. Az elmúlt szezonban a megye volt a rendezője a regionális felnőtt futszálbajnokságnak, amelyet a 2018-2019-es évadra is megkapott az igazgatóság. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kapta meg, hogy az úgynevezett régiós felnőtt bajnokságot, ami az NB3-as szintnek felel meg, az északi területet, az ország északi területének a lebonyolítását mi szervezzük. Ez azt jelenti, hogy Hajdú, Borsod és Szabolcsi csapatok hozzánk jelentkeznek, és most már le is zárult a nevezés határidő. 12 csapattal fog elindulni idén az NB3-as északkeleti régiós futszálbajnokság. Ugyanúgy tervezünk, mint a tavalyi évben, tehát szeptember utolsó hetében, vagy október első hetében indul majd el a bajnokság. Bajnoki rendszerben természetesen itt is. Előreláthatólag december közepéig tart az őszi szezon, és január közepén már indul a tavasz, azért, hogy április elejére, közepére azért végezzünk is a bajnokságba, hiszen pont amikor április-májusban jön a nagy pályás szezonnak a vége, akkor ne legyen túlterhelés a játékosoknál. Az igazgatóság a 17 és 20 éves korosztály számára is kiírta a megyei bajnokságot, amelyre 20-22 csapat jelentkezését várják az augusztus 30-ai határidőig. Végleges viszont a korosztályos női bajnokságokban induló csapatok létszáma. Idén sem lesz sajnos felnőtt bajnokságunk, viszont ami örömteli, hogy utánpótlás bajnokságban több csapat fog jelentkezni, illetve adta be a jelentkezését. Ráadásul 2 korosztályt is fogunk tudni indítani most először. Utánpótlás szinten az U15 és az U19-es bajnokságot is el tudjuk indítani. U15-be 10, U19-be pedig 5 csapat adta be a jelentkezését. Szeptemberre fog majd indulni mind a 2 korosztályban a bajnokság, és mind a 2 korosztályban bajnoki rendszerben fognak mérkőzni egymással a csapatok. Ami örömteli, hogy mind a 2 korosztályban azért olyan egyesületek jelentkeztek, amely úgymond beteríti a megyét, tehát nem nagyon van fehér folt a megyébe. Magyarán, ahol a megyében van bárhol olyan kislány, aki szeretne futballozni, akkor nagyon közel a szülőfalujához talál olyan csapatot, ahol tud is futballozni. Vaka Árpád még elmondta, hogy augusztus 17-én pénteken 16 órai kezdettel liganapot tartanak Baktalórendházán a Dégenfeld Művelődési Központban. Várják a megyebeli futballcsapatok vezetőit, technikai vezetőit, hogy tájékoztassák őket a bajnokságokat érintő legfontosabb aktualitásokról. Sikerrel vette az első fordulót Fucsovics Márton a Cincinnati-ben rendezett 5,7 millió dollár összdíjazású kemény pályás tornán. A világranglista 48. helyén álló nyíregyházi teniszező a lengyel Hurkacz ellen nyert 4-6-6-3-7-6-ra. Fucsovics ellenfele a következő körben a ranglistán 71. spanyol García López lesz. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. A KRESZ szabályai tiltják a mobiltelefon használatát vezetés közben, ennek ellenére mégis sokan csetelnek vagy SMS-eznek a volán mögött. Ez a tevékenység hosszabb időre elvonja a sofőr figyelmét a forgalomról, mintha ittasan vezetne. Ezért 6-szor nagyobb a közlekedési baleset kialakulásának esélye. A kiváltó ok, hogy a közösségi média hatalmába kerítette az embereket, sokan azonnal értesülni akarnak az információkról. Magyarországon minden negyedik ember érintett allergiás reakciók szempontjából. Előttük nehéz napok állnak, ugyanis szinte az egész ország területére másodfokú riasztást adtak ki a nagyon magas pollenterhelés miatt.
Naponta történő hajmosással, a gyakori ágyneműváltással és az éjszakai szellőztetéssel mérsékelhetők az allergiás tünetek. A nagymértékű folyadék és sóvesztés akár kiszáradáshoz is vezethet a nyári forróságban, az italok közül azonban érdemes kerülni a koffein és alkoholtartalmúakat, valamint a cukros, szénsavas üdítőket is. A mértékletes fűszerezésnek lehet hűsítő hatása, de közvetlenül is hűsítő hatása van a mentából, illetve kamillából készült teának is. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 15-én szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, szép estét! Holnap napos időre számíthatunk. A hideg front gyengül, lassanként feloszlik. Váltakozó csütörtökön az ország nagy része fölé alacsonyabb nedvességtartalmú levegő érkezik. Az előttünk álló éjszaka többnyire felhős idő valószínű, majd csökken a felhőzet. Eső, zápor, szorványosan, zivatar helyenként kialakulhat. Az északi szél több felé megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős, napos idő várható. Záporeső, zivatar néhol előfordulhat, főleg a körzet keleti részén. Az északkeleti szél időnként megélénkül, zivatarban megerősödhet. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban, a hétvégén, sőt a jövő hét első felében sem várható lényeges változás. A légköri frontok nem érik el a Kárpát-medencét. Meleg nyári időre van kilátás, általában sok napsütéssel. Az időnként erősebben megnövekvő gomoly felhőzetből csak itt-ott alakulhat ki záporeső, zivatar. A szél is csupán zivatar felhő környékén erősödhet meg átmenetileg. Kissé erősödik a nappali felmelegedés, a csúcshőmérséklet jellemzően 30 fok felett alakul.